Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! Idén rendhagyó módon nagy közönség nélkül rendezték meg a II. Géza koronázási menetet, amelyben a királyt és Eufrozina királynét, valamint kíséretét keltik életre fiatalok korhű jelmezekbe öltözve. A koronázást felvételről követhette nyomon az iskola többi tanulója. Idén rendhagyó módon nagy közönség nélkül rendezték meg a II. Géza koronázási menetet, amiben a királyt, valamint Eufrozina királynét és kíséretét keltik életre a fiatalok korhű jelmezekbe öltözve. Akarod-e a neked átengedett országot atyáid igazsága szerint védelmezni? Akarom. A szokás szerint az iskolában lezajlott kampány eredményeként a 12-es Peteli Dániel lett a király, Fischer Jászmin pedig a királyné, akiket a romkertben koronáztak meg a korabeli rituálé szerint. A fiatalok azt mondták, régóta vártak már erre a pillanatra, és amikor zajlott az iskolában a kampány, nem is gondolták volna, hogy ők kerülnek ki győztesként. Nem számítottam győzelemre, tehát ezt... Valamennyire kicsit így a haverokkal összeálltunk, csináltunk egy jó kampányt, próbáltunk valamennyire újságot belevinni ebbe az egészbe, és hát nyertünk. Próbáltunk egy kicsit ilyen politikai görbetükröt állítani, tehát ezt az ilyen bejön ez az öltönyös ember esernyőbe, elvágja a szalagot, felavatja a plakátot, valamennyire így próbáltunk mi újítást belevinni, hogy nem is királynak választanak, hanem igazából elnöknek, vagy akármi ilyen hivatali pozíciót választanak ők. Igen. Ez több évtizedes hagyományra tekint vissza, itt mindjárt kezdődik majd a koronázási ceremónia. Izgul? Nem, ezt már évek óta csináljuk. Én már voltam pap is itt, meg csomó feladatot elláttam, tehát nagyjából tudom, hogy működik ez az egész, mik a sorrendek. Annyi, hogy most engem koronáznak. Nagyon izgulok. És nagyon örülök neki, hogy a vírus ellenében is megtartják a koronázást, bár szerény körülmények között, de meg lesz tartva. Nagyon örülök neki. Azért indultam, mert amikor hetedikben voltam itt egy matek versenyen, az akkori matek tanárom, akkor láttam a képeket kint a falon, és nekem azóta ez volt az álmom. És 11-ben, amikor 11-esek lettünk, akkor én mondtam a lányoknak, az osztályban én szeretnék indulni, ez így is lett, az egész osztály nagyon támogatott, mindenki beleadott apait, anyait. Aztán a választás napján, amikor összeszámolták a pontokat, az ellenféle szemben egy ponttal nyertem. Fogadd az ország koronáját, amelyet ugyan a püspökök méltatlan keze helyez fejedre, mégis tudjad, hogy a kifejtett erő hatását jelképezi. Légy mindig a külvilágban az igazügy előmozdítója és az egyház buzgó védelmezője. A gimnáziumunk történetében ez egy nagyon régi és szép hagyomány, hiszen 1988-ban, amikor a gimnáziumunk nevet kapott, II. Géza király nevét, akkor vetődött föl az a gondolat, hogy kellene ehhez egy iskolai olyan hagyományt építeni, amellyel egy picit a múltat is idézzük. Így történt annak a kialakítása, hogy minden esztendőben a 11-esek közül királyt és királynét választanak a diákok, és azt ünnepélyes formában megkoronázzuk. Természetesen ez a koronázás is fejlődött és változott. Ugye ma ennek egy nagyon reprezentatív módja, amikor itt a Bátaszéki nagy templom melletti romkertben, ugye abban a templomban, amelyet II. Géza király alapított, amikor ugye ott tudjuk megkoronázni a királyt. Idén a koronavírus járvány miatt két osztállyal tartották meg a koronázást, amiről felvétel készült, a többi diák online követhette azt nyomon. A felvonulás pedig elmaradt. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy ez a városnapjához kapcsolódó rendezvény lett volna, de most a járványügyi helyzet miatt ezt nem szerettük volna bevállalni, hiszen ez egy nagy több száz főt mozgató rendezvény lett volna a felvonulással együtt. Ezért mi most úgy döntöttük, hogy ez egy online koronázás lesz, tehát föl fogjuk venni, és majd vissza lehet nézni. A két osztállyal, igazából akik a királyt és a királynét adják, a két osztállyal rendezzük meg a koronázást egy szűk körben itt a romkertben. Nem lesz felvonulás, tehát az egész iskola nem öltözik be, nem vonul fel, hanem egy ilyen rövidebb verzióval, tehát most 11 órakor történik majd a felvétel, az igazi koronázás, így a gyerekeknek is meg lesz az az élménye, legalábbis a két osztálynak, hiszen ők adták a királyt és a királynét, és magát a hagyományt sem szakítjuk meg.
Nem volt könnyű élete az itt élőknek, de mindig összefogtak, keményen dolgoztak, és olyan közösséget építettek, melyre méltán lehetünk büszkék ma is, mondta Bozsolik Róbert polgármester Bátaszék várossá avatásának 25 éves évfordulójának ünnepi beszédében. A ceremónia részeként díszpolgári címet kapott Bognár Jenő, a város egykori polgármestere, és pro urbe kitüntetést Udvardi György, katolikus érsek, apostoli kormányzó is. Bár a koronavírus járvány nem tette lehetővé, hogy az előzetes tervek szerinti módon ünnepelje Bátaszék városa avatásának negyedszázados évfordulóját, a város napja hivatalos ünnepségére ünnepi testületi ülés keretében mégiscsak sor került. Bozsolik Róbert polgármester ünnepi beszédében arról szólt többek között, ha visszagondolunk az elmúlt 25 évre, jelentős fejlődés jeleit láthatjuk, ám mindez csak tárgyakat, épületeket vagy utcákat jelent, ami akkor ér valamit, ha a benne élők egy közösség, mely mindent megtölt élettel. Minden nemzedék szeretne maradandót alkotni, nyomot hagyni maga után a világban. Olyan dolgokat tenni, amelyek akár a saját életét, vagy éppen a szűkebb, tágabb közösségének az életét jó irányban megváltoztatja, és amelyről joggal emlékeznek meg az utódok. Ezért is fejlődik a világ. De sok minden kell ahhoz, hogy ez teljesülhessen. Tudás, szorgalom, tenni akarás, egy jól megragadott pillanat, és még sorolhatnám a körülményeket. A mögöttünk álló 878 év is bizonyítja, hogy a Bátaszéken élő nemzedékeknek megvolt a tudása, a szorgalma, az akarata, hogy maradandót alkossanak, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint hogy ma itt vagyunk és ünnepelhetünk. A 25 év nagyon sok mindent jelent számomra is. Az elmúlt 25 évből 20 közvetlenül Bátaszékhez köt. 20 éve vagyok gyakorlatilag ennek a településnek ilyen-olyan vezetője. Nagyon nagy köszönet és elismerés és hála, hogy részese lehettem ennek a folyamatnak. Nagyon nagy megtiszteltetés, de nagyon nagy munka is. Azt próbálom tenni az elkövetkező időszakban is, ami az elmúlt 20 évben motivált, és az elődök is ezt követték. Szeretnék minden bátaszéki polgármestereként úgy tevékenykedni, hogyha egyszer, ne adj Isten, 25-30 év múlva nekem is számot kell adnom közéleti tevékenységemről, akkor azt tudja mondani, hogy ez egy jó mulatság férfi munka volt. Az ünnepségen felszólalt Süli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Torna megye országgyűlési képviselője, aki arról beszélt, a paksi bővítés olyan lehetőségeket teremt a környezetben élők számára is, mely jó alapul szolgál a helyben való életkörülmények javítására, és ez kihat a fiatalok helyben tartására. Fontos, hogy itt a fiataloknak is olyan számtalan lehetőség lett az elmúlt évtizedekben biztos, hogy utoztad a tornaterem, sportolási lehetőség, de akár csak a táncegyüttes. Tehát, hogy ez is megint egy igazi olvasztó tégely, mert több nemzetiségű település, és ugye konfliktus nélkül együtt kell élni, hogy ebbe senki, polgármesterek is hangsúlyozták, ez a legfontosabb, hogy itt ezt megtartani. És hogy azt is mondtam, hogy mi, akik az erőmet építjük, nem csak Paksba gondolkodunk, kezdettől azt mondtuk, hanem Tolna megyébe, régióba, és ebbe Bátaszék is belefér az, és emlékeztettem polgármester urat is, majd jövök, az előadást is megtartjuk, hol tartunk Paks vonatkozásába, hogy haladunk, mik a lehetőségei majd a bátaszéki vállalkozóknak. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnökének véleménye szerint a megye városainak fejlődése kihat a megye egészének gazdagodására. 11 város van, és minden egyes városnak a városá alakulása igazából egy fontos évforduló. Örülünk, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt évtizedben jó néhány nagyközségnek sikerült várossá alakulni, és hát a legújabbakat látom én, van két városunk, aki csak 10 éve lett várossá, és nyomon követhetjük a fejlődését, és jó látni egy-egy ilyen várossá alakulás kapcsán azt, hogy az adott település városként milyen dinamikus fejlődésnek indul. És ilyen szempontból öröm látni,
hogy Bátaszék is az elmúlt 25 évben nagyon sokat fejlődött, látjuk a kihívásokat is. Egy városnak természetesen mások az elvárásai is, egy várostól a lakói is mást várnak el fejlődés szempontjából, és a megyének az a feladata, hogy mindent megadjon és biztosítson annak érdekében, hogy ezek a városok tovább fejlődjenek. A szokásoknak megfelelően ez a nap nyújt lehetőséget arra, hogy a legfontosabb díjait átadja Bátaszék azoknak, akik kiemelkedőt nyújtottak a fejlődés érdekében. Ennek megfelelően vehette át a díszpolgári címet Bognár Jenő, aki 1983-ban tanácselnökként, vagy 1994-től 4 cikluson át polgármesterként vezette a várost és fejlesztette Bátaszéket. Árzpolitikája szerint a polgármester minden város lakó jobb életkörülményéért felelős, függetlenül attól, milyen nemzetséghez tartozik, vagy milyen politikai ideál mellett teszi le a voksot. Közel 28 év munkáját értékeli, és hát jó érzéssel veszem át. 69 éves voltam, amikor nyugdíjba mentem, és majd 28 évig voltam a városnak a vezetője. Úgyhogy akár egy könyvet lehetne írni az embernek a fájdalmairól, örömeiről, de minden esetre én azt gondolom, hogy most jó érzéssel veszem át. Az életemet jelenti. Nagyon röviden az életemet jelenti. Gondolj bele, 28 évig egy várost vezetni, és sokan nem tudják elképzelni, hogy ez a polgármesterség, vagy akár a tanácselnökség, ez tulajdonképpen mivel jár. Mindenki azt gondolja, hogy bemegy és parancsolgat. Nem. Én azt szoktam mondani, hogy ezt a munkát, ha ki elvállalja, az hétfőtől hétfőig tudja csinálni, és az én telefonom az mindig be volt kapcsolva. És én minden reggel 3-8-kor ott voltam a hivatalomban, mert csak így tudtam a munkatársaimtól is megkövetelni, hogy precíz, pontos munkát végezzenek. Szerencsére olyan munkatársakkal voltam körülvéve, hogy viszonylag könnyen lehetett ezt a munkát végezni. Én legszívesebben arra emlékszem, hogy a sors megadta nekem azt, hogy amikor elkezdtük a munkát, illetve amikor megválasztottak, akkor kezdődött a templomnak a rekonstrukciója. Hatalmas nagy munka volt, és nagyon-nagyon sokat kellett dolgozni, és milyen érdekes a sors, miközben befejeztük. Elment 28 év, és úgy fejeztem be a munkámat püspök úrral együtt, aki tudomásom szerint szintén ki lesz tüntetve, hogy a templom tornyát rendbe kellett hozni. Nagyon nehéz hónapok, fél évek voltak mögöttünk, és hál' Istennek sikerült befejezni, és ez valami a sorsnak egy nagy csodája, hogy a templommal kezdtem, és a templommal fejeztük be. Bátaszék város Pro-Urbe díjjal ismerte el azt a tevékenységet, melyet Udvardi György katolikus érsek, apostoli kormányzó tett a város templomának felújításáért. Dr. Udvardi György pécsi püspökké történő kinevezését követően elkötelezett feladatának tekintette a bátaszéki Nagyboldogasszony plébánia templom tornyának felújítását. Elérülhetetlen érdemeinek köszönhető, hogy a torony 2013-ban elvégzett lebontását követően a toronysisak újjáépítése és a homokkődészek felújítása megtörtént igen jelentős egyházi forrásból, állami támogatásból és adakozásból. A teljes felújítás 2014. októberére készült el. Az egyházmegye irányítása során nagy figyelmet fordított az egyházmegyei épületek felújítására, amelynek köszönhetően 2019-ben pályázati forrásból felújításra került a Molyhostölgy tövében álló Orbán kápolna is. Megtisztelő, amikor egy közösség úgy gondolja, hogy valakit szeretne a közösség által létrehozott díjjal kitüntetni,
akkor saját maga életére is gondol, azokra a tevékenységekre, feladatokra, amelyek érintik mindennapjaikat, és így keresi azokat a személyeket, akik ebben valami módon segítik, vagy segítették a közösséget. És ez számomra egy közösségi élmény, és nyugodtan lehet mondani egy egyház élmény is, hiszen ebben a közösségben, városban a hitnek és a mindennapi életnek a kapcsolata elevenen tetten érhető, és ezért is örömmel tölt el. Másrészt pedig a személyes megtiszteltetésen túl úgy gondolom, hogy egy közös élményben egy visszajelzés is a közösség felé. Bozsolyik Róbert polgármester azt mondta, a 25 év a fejlődés egy állomása, mely a fejlődési folyamat közepét jelenti. Nagyon sok minden történt az elmúlt 25 esztendőben, ami adott egy igen biztos alapot egy kisvárosi élet formának a kialakításához. Viszont vannak még terveink, amiket meg kell valósítani, hiszen jó lenne egy új művelődési központot megépíteni Bátaszéken, vannak feladataink a közműveink tekintetében, és talán ami a legfontosabb, tovább kell építenünk Bátaszék közösségét, az, hogy ez továbbiakban is megbonthatatlan legyen, hiszen ebben van a jövő záloga. Próbáljunk, azon dolgozunk majd az elkövetkező időszakban is, hogy a fiataljainknak legyen értelme Bátaszékre visszajönni, amit tanulnak, azt itt Bátaszéken, Bátaszék környékén tudják kamatoztatni, mert ha ez így folyamatában tud működni, akkor még nagyon-nagyon sokáig köszönhetik majd az utánunk következő Bátaszék város születésnapját. Bár a bátaszéki bornapok idén elmaradtak, azért a művelődés szervezői úgy gondolták, amíg lehet, legyenek kisebb rendezvények Bátaszéken. Így került sor arra a pörköltfőző versenyre is, melyre 14 csapat nyújtotta be jelentkezését. Ez időtájt épp az 5. bátaszéki bornapok sikeréről kéne beszámolni önöknek, megszólítva néhány sztárt és fáradt szervezőt, vagy megelégedett látogatót vagy polgármestert. De ez az ismert okok miatt elmaradt. Mindez azonban nem szegte kedvét a város kulturális életének szervezéséért felelősöknek, mint ahogy a civil szervezetek és baráti társaságok tagjainak sem, így hát a szabályokat a lehetőségek figyelembevételével összegyűltek, hogy eldöntsék, ki főzi a legjobb pörköltet Bátaszéken. És amíg a felnőttek a bográcsok körül tüsténkedtek, a gyerekek számára adva volt a lehetőség, hogy kipróbálják ügyességüket, közlekedési tudásukat, vagy egyszerűen csak ugrálják ki magukat. Elképesztően jó idő lett volna az 5. bátaszéki bornapokon a tavalyival ellentétben. De kell valamit csinálni, erről van szó, mert hogy az emberek azért kívánják és vágyják, hogy együtt lehessenek. És igaz, hogy most mondok egy számot, 200-300-an gyűltünk össze. Nem is jöhetnek egyébként többen erre a térre, vagy ilyen szabadtéri rendezvényre, de nem bánjuk, mi nagyon örülünk, hogy ennyien eljöttek, itt vannak, jól érzik magukat, a pörköltek rotyognak egyébként a bográcsokban, van egy kis program is a gyerkőcöknek természetesen, és jól érezzük magunkat, jól érzik magukat a bátaszékek, és számunkra ez a lényeg. 14 csapat vállalta a főzést, amiben sokkal inkább a közösségi lét megléte volt a fontos, mint sem a versengés. A szervezők további hasonló programokban is gondolkodnak az ősz folyamán. Amíg lehet, és amíg azért kormányrendelet, határozat vagy bármilyen utasítás nem jön ennek az ellenkezőjéről, illetve tiltó jelleggel, azért szeretnénk nyilván olyan létszámban és akkora számú közönségnek, amekkorának ezeket meg lehet tartani. Miközben incsiklandó illatok töltötték meg a teret, hosszú sorok kígyóztak a Német Egyesület asztalánál. Mert hogyha ünnep van Bátaszéken, akkor ez létes nélkül szinte elképzelhetetlen. Felkérést kaptunk a Bátaszékért Marketing Nonprofit Kft-től, hogy lesz ma itt ez a rendezvény, és jöjjünk el mi civilek is, tehát a Német Nemzetiségi Egyesület is jöjjön ki, főzzünk. De úgy gondoltuk, akkor a pünköskor járvány miatt elmaradt Rétes Fesztivált
piciben, de megcsináljuk itt is, kínáljuk a réteseinket. Számunkra is meglepő volt ez most, hogy itt ekkora sikere lett. Úgy látszik, ki voltak ráéhezve az emberek. Mégiscsak van erre igény, és örömmel tölt el, hogy hosszú sorban kígyóznak az emberek az asztalunk előtt. Az idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját a Bátaszéki Felvidék Néptánc Egyesület, akik ezt az alkalmat is arra használták, hogy közelebb kerülhessenek egymáshoz, feloldva a pandémia miatti feszültségeket. Nem csak azért, mert ünnepelünk ebben az évben, nem csak azért vagyunk itt, hanem hogyha Bátaszéken bármilyen megmozdulás van, rendezvény, akkor a Felvidék Egyesület kutya kötelességeinek érzi, hogy részt vegyen, nem beszélve arról, hogy ez egy remek alkalom arra, hogy egy kicsit újra összehozza a bandát, ugye itt a járvány ügy miatt ugye fél évig nem is találkozhattunk, nem tarthattunk próbákat, és ez egy remek alkalom, hogy eljövünk, főzünk, beneveztünk a versenyre is, és újra együtt vagyunk, és jól érezzük magunkat. Nem felvidéki ételt csinálunk, hanem felvidéki férfi főzi az ételünket. Tehát megkértük Tóth Bélát, aki ugye felvidéki származású, és nagyon jó szakács, és már egyébként többször főzött nekünk. Nagysallóban is volt velünk, illetve itthon különböző rendezvényeinken, tehát már bizonyított, hogy nagyon finomakat főz, és nagyon jó szakács, és barátja az Egyesületnek, tehát nagyon nagy támogatónk, szponzorunk. Őt kértük föl, illetve Mikó Pistánk az, aki az ő jobb keze, meg a lánya Tóth Kitti, ők hárman vették igazából a kezükbe a főzést. Mi beszereztük az alapanyagokat, persze az instruálásuk alapján, és akkor ők készítik a remek művet. Marha pörköltet főzünk, amiben van egy kis csülök és köröm is. A zséri végül a Nyald meg a Kanalam nevű baráti társaság remek művét ítélte legjobbnak, így ők büszkélkedhetnek a Bátaszék legjobb pörköltje címmel, és lettek tulajdonosai az Aranyfőző kanálnak. Újra lehet tanulmányi ösztöndíjra pályázni Bátaszéken a Burza Hungarika keretein belül. A pályázattal a szociálisan rászoruló diákok felsőfokú oktatását szeretnék támogatni. A támogatási igényeket november 6-áig lehet benyújtani a Bátaszéki Polgármesteri Hivatalba. Idén is lehet pályázni Bátaszéken az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Burza Hungarika ösztöndíjra. A szeptember 22-én megtartott rendkívüli testületi ülésen elfogadták a csatlakozási szándékot, és arról döntöttek, hogy a Szociális Bizottságot ruházzák fel a pályázati feltételek meghatározásával és a pályázat kiírásával. A mai rendkívüli testületi ülésen döntött a képviselőtestület arról, hogy idén ismét csatlakozik a Burza Hungarika ösztöndíj pályázathoz. A csatlakozási szándékot fogadta el. Október 1-ig volt szükség ennek a döntésnek a meghozatalára, annak érdekében, hogy október 5-ig a pályázatot ki is tudjuk írni. A testületi döntés értelmében a korábbi évekhez hasonlóan 1 millió 600 ezer forintot fog a képviselőtestület erre az ösztöndíj programra fordítani. Nyilván a beérkező kérelmek száma dönti majd el, hogy a bizottság egyénenként milyen összegeket fog meghatározni. A pályázati kiírásról szintén a mai napon a Szociális Bizottság már döntött is, úgyhogy már meg tudjuk jelentetni majd minden felületen ezt a kiírást. A beadási határidő november 5-e, tehát a pályázatokat addig kell beküldeni, és ezt követően december 4-ig fogja a bizottság ezeket elbírálni. Tanulók és tanulni vágyók is igényelhetik az ösztöndíjat. A és B típusú pályázati adatlap létezik. Az A típusú Burza Hungarikára azok pályázhatnak, akik jelenleg is felsőoktatási intézmény nappali tagozatának a tanulói. Ehhez hallgatói igazolást mindenképpen csatolni szükséges, bátaszéki lakcímmel kell rendelkeznie a pályázónak, és a szociális rászorultsághoz szükséges a szükséges nyomtatványokat, ami a kiírásban szerepelni fog, csatolni. A szociális rászorultság az azt jelenti, hogy az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a családban a 114 ezer forintot. A B-típusú ösztöndíjpályázatra azok jelentkezhetnek, akik
érettségivel még nem rendelkeznek, érettségi előtt állnak jelenleg, végzősök, illetve akik már letették az érettségét, de még nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, ők jelentkezhetnek erre a típusúra. Itt a hallgatói igazolást nyilvánvalóan nem kell csatolni, a szociális rászorultságot vizsgálja a bizottság szintén, illetve azt, hogy itt van Bátaszéken az állandó lakóhely. Ez a két feltétel van. Létezik egy EPER burza felület, ahová regisztrálni szükséges a pályázni kívánóknak. Azon keresztül egyébként nem egy bonyolult rendszer, tehát ez jól kezelhető. Ezen keresztül a kérelemnyomtatványt, az adatlapot ki kell tölteni, véglegesíteni, kinyomtatni, és az aláírt adatlapot szükséges az önkormányzathoz behozni. A pályázatokat és a kért mellékleteket november 6-áig személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni a bátaszéki polgármesteri hivatalba. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!